egyszer a pályán. Az NTK otthonában látogat a hétvégén a Nyíregyháza Spartakusz, a listavezető fővárosiak még veretlenek az idei bajnokságban, mindössze a Békés Csaba tudott pontot rabolni tőlük. A keretük a tavalyi élvonalbeli kiesés után is együtt maradt, így komoly játékerőt képviselnek. Nehéz ellenfél lesz, de igazából szerintem MB2-ben minden ellenfél nehéz, mert mindenki olyan szervezetten tud már védekezni, hogy amit nehéz feltörni, és hogyha az ember tud szerezni egy gólt, akkor utána megkönnyítheti a saját dolgát. Talán jobban ki kell nyílni, de ez az MTK meccs egy olyan presztízs meccs lesz, amit én nagyon szeretek játszani, mert nem mondom azt, hogy nagy tétje van, mert minden meccsnek egyelőre ugyanaz a tétje, de végre egy olyan csapat ellen játszunk, aki szerintem majd akar focizni. A fővárosiak stílusára mindig is jellemző volt a sokpasszos játék, és ez Feckó Tamás érkezésével sem változott. Egy nagyon direkt támadó játékot játszó csapatról van szó. Én úgy ítélem meg, hogy kimagaslik az osztályból. Azt gondolom, hogy annak méltóan játszanak és dolgoznak ugye a Tamásék, ami a klubnak a múltjához és tradíciójához megfelelő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ők a legfőbb várományosai az aranyéremnek. Nyilván ez rangot ad ennek a mérkőzésnek. Az MTK szakmai stábjában több nyíregyházi dolgozik, akik egykoron Lucsánszky Tamás munkáját segítették, így ebből a szempontból is pikáns lesz a meccs. Hinora Kristóf viszont az MTK-ból jött a nyáron kölcsönbe a Sparihoz, a megállapodás értelmében ő nem léphet pályára a hétvégi találkozón. Kelemen Dávid viszont ott lehet, ő évekig futballozott a fővárosiaknál. Régi stadionban játszottam sok NB1-es mérkőzést az MTK színeibe, az újba csak vendégként voltam, és egy meccset tudtam játszani. Hát igazából minden mérkőzés fontos, mint ez is, mert most nem úgy alakult az utolsó négy meccs, hogy mi szerettük volna, főleg az utolsó három. Igazából a Soroksa és a Kazincbarcika ellen ott kiengedtük a győzelmet a kezünkből, ami meg lehetett volna három pont. A Szeged ellen már nem mondanám ugyanezt, igazából nem kaptunk gólt, de kontrolláltuk a mérkőzést, csak nem sikerült gólt szereznünk, és emiatt is lehet hiányérzetünk. Az MTK Nyíregyháza meccset vasárnap délután rendezik.